Sziasztok, Paulu Varga Ákos vagyok, ez pedig itt a Mozinet Nagylátószög podcastjének legújabb adása. A következőkben a Lefkovicsék gyászvallak című film fogunk beszélgetni. Név szerint Ausztrics Andreával és Felszegi Ádámmal, a film producereivel, Csaba Bálintal, a film forgatókönyvírójával, Bezerédi Zoltánnal és Szabó Kimmel Tamással, a film két főszereplőjével, illetve Breyer Ádámmal, a film rendezőjével. A beszélgetést a művészmoziban rögzítettük február 13-án, egy közönség találkozó keretében. Ez egyébként teltházzal futott, és a filmet pedig február 22 17 lehet országszerte megnézni a moziba, úgyhogy jó szórakozást hozzá. Föltennék néhány kérdést először nektek, és akkor minél előbb igyekezni fogunk kinyitni a beszélgetést, és teret adni a nézői visszajelzéseknek, kérdéseknek. Sok irányból lehetne igazából indítani a filmmel kapcsolatos beszélgetést. Ugye van itt család, családegyesítés, valamiféle identitás kérdés, a vallás kérdése, a gyászfeldolgozás kérdése. Én most a vallási irányból közelítenék, és igazából ö, elsősorban Ádámhoz is, ö, ö, Bálinthoz szeretném címezni az első kérdést, de persze Uh, igazából mindannyiótokhoz is, hogy nektek mi a viszonyatok a valláshoz, és uh, például Ádám is a ti esetetekben ez a valláshoz fűződő viszonytok mennyire érhető tetten a filmen, és ugye egyetlen ez volt-e a kiinduló pont, hogy valamiféle vallással kapcsolatos dolog felé indultok, vagy, 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 teljesen rosszul közelítek, még ez is lehet. Én nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm a kérdést. Nekem az egyik legalapvetőbb élményem igazából a saját közegemből, hogy, hogyha látunk egy vallásos embert, akkor hirtelen ebben körülöttem mindenki azt mondja, hogy Jézusom ez megőrült. Mert ki az a hülye, aki önszántából azt választja, hogy magát korlátozni fogja, nem tudom, hülye szabályokat fog követni, és tényleg az én buborékomban tényleg előítélet és megvetés tárgyai ezek az emberek, miközben hogy egy magát felvilágosultak gondoló, toleráns ember hol jön ahhoz igazából, hogy bárkinek a hitét megkérdőjelezze. És ez nekem egy nagyon fontos dolog volt, mert igenis, és szerintem ez film részben erről is próbál, vagy erre is próbál valamiképpen utalni, hogy, hogy a hit, vagy a vallás valakinek igenis a gyógyulásának az útja tud lenni úgyhogy ha van társadalmi hasznania, akkor ez tud lenni de persze ez most egy nagyon fekete fehér válasz volt én, Jó estét Sziasztok! Én azt mondanám erre, hogy hál' Isten, ahogy Bunyó el azt mondta hogy hál' Istennek ateista vagyok tehát, hogy, hogy én is én sem nagyon hiszek, de ettől még izgat a hit kérdése és, és azért mindig hozzáteszem, hogy hát mit tudom én, hát lehet, hogy tévedhetek tehát, és és alapvetően itt azért nekünk ez a karakterből fakadt, vagy mi azért azzal foglalkoztunk, hogy, hogy ez a karakter hogy, hogy, hogy működik, és hogy, hogy tudjuk őt szerethetővé tenni, hogy tudjuk őt megérteni, és ez volt a legfontosabb nekünk. Én azt gondolom, hogy azért ez a film persze foglalkozik sokat a vallás és ateizmus kérdésével, de alapvetően azért a a legnagyobb konfliktusuk nem ez, vagy ez csak a felszíni konfliktusuk, tehát hogy szerintem, hogyha buddhista lett volna a Levkovics Tamás fia, akkor a buddhizmussal lenne az apjának baja, tehát hogy ilyen szempontból kicsit bejeltesíthető most ebbe az esetben, hogy mi ez a vallás, vagy mi az, amivel... Tehát ez nem feltétlenül egy vallás kellett volna, hogy legyen ahhoz, hogy ő, hogy ő harcoljon ez ellen. De tájfolyáson már készül a, a, az átirat, úgyhogy dolgoznak rajta. Ádám, egy interjúban említetted, hogy a saját családod volt a kiinduló pont, de hogy aztán ugye ahogy épültek a karakterek, meg épült fel a történet, úgy elég gyorsan eltávolodtatok ettől. Mi volt ez a kiinduló pont, és mondjuk van -e ennek közel ahhoz, hogy a nagy ninidnek ajánlod a, a filmet? a kiinduló pontban egy sokkal nagyobb család volt, sokkal több taggal, és a főszereplő egy rám sokkal jobban hasonlító extra testvér volt, akit nem őt meg a filmben, de hogy lett helyette egy egy, 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 halott testvér. Tehát, hogy eléggé más volt. Az meg volt, hogy van egy család, és van egy rokon, aki megérkezik, és már pedig ő gyászolni akar. Tehát ez a, ez a része meg volt, de aztán egyre inkább az derült ki, hogy ez az apuka szempontjából a legizgalmasabb talán ez a szituáció, meg ez az ő konfliktusuk a legizgalmasabb, és akkor... <coughs> Bocsánat. Szóval elkezdtük kiírtani a többieket, és elkezdtünk erre a, a konfliktusra koncentrálni. És onnantól kezdve azért minden elég eltávolodott az eredeti treatmenttől, hála Istennek. És mi volt a második kérdés? Vagy, 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 hogy miért a nagynélének? Hogy... <kül> Tehát hogy azért ez az mindig megvolt, hogy ez egy gyásztörténet, és azért én sokszor feltettem magamba ezt a kérdést, hogy 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 tudnánk ebből a gyászból kimenekülni, mert hogy nekem él az anyukám, nem feltétlenül tudom teljes mértékig ezt átérezni. És a nagynéném volt az, aki amúgy az egy év korábbi dolgaim kapcsán mindig ő volt a leglelkesebb a családba, aki a, a leglelkesebb közönség, és akkor ő beteg lett, és akkor én így felhívtam, hogy te nem lehetsz beteg, hát neked el kell jönnöd megnézni a filmet, de ehhez képest, hogy ennek ellenére, nem lett jobban, és meghalt, és akkor én azt éreztem, mint amit a Ferike mond, hogy tulajdonképpen ő azért halt meg, hogy nekem segítsen ezt a filmet megcsinálni, és úgy nekem is úgy leesett, hogy mi a, mi, miről beszélünk, és így, így, így lett ez. Igen, hanem a feldolgozásról volt is már szó, és itt ugye azt látjuk, hogy három generáció, három különféle hit abban az értelemben, hogy uh, hogyan lehet egy gyász folyamattal szembenézni, és ilyen szempontból elég fontos, hogy a három főszereplő az uh, hogyan működik együtt uh, egymással, és nagyon jó, hogy a három főszereplőből ketten itt is vannak. Uh, Zoltán egyenesen színházból érkezett, ha jól tudom. Uh, meséltek a casting folyamatról, mert minthogyha azt tudnám, hogy Zoltán viszonylag hamar a fejetekben volt, uh, hogyan, hogyan, válogattátok így őket egymáshoz, voltak ilyen összenézős próbák, szóval ez hogyan, hogyan zajlott? elmesélem, de nem akartok ti is mesélni, elkezdeni onnan, hogy milyen volt a casting belülről, mert arra például nem tudok semmi. Na igen. Szuper volt. <laughs> Na. Hát majd, mondd el, hogy... És akkor utána... Ha... Akkor gyorsan elmondom. Tehát, hogy, az, eleve azért én egy kicsit be voltam ettől tolva, hogy hol fogunk. Tehát, hogy mind a három karakternek azért megvannak A, a nehézségei, és hogy és oké, okay, hogy külön-külön is nehéz, de hogy együtt, hogy fog ez összeállni egy, egy családdá. És tehát egy elég hosszú casting folyamat volt a, a Bacskatával, de mondom, amikor írtuk, azért, meg megvolt a Zoli a fejünkben annyira, hogy azért egy csomószor úgy, úgy próbáltuk elképzelni, hogy, a, hogy milyen lenne ez a Zolival. Aztán jött a Kata, akkor azért az oli szerepére is megnéztünk még jó pár embert, meg egy jó pár embert úgy néztünk meg, hogy akkor Zsigának is, Tamásnak is, de aztán száz lett a vége, hogy nem, nem véletlenül gondoltuk úgy, ahogy gondoltuk, és uh, a Tomi szerepére szintén boldog-boldogtalant megnéztünk, mert e, e, eleve, tehát eleve az volt, hogy hogy színész nem fog tudni megtanulni héberül, vagy ezt a dolgot nem, fog, nem lesz ez hiteles, egy amatőr meg hiába tud héberül, nem fogja tudni eljátszani, és akkor egy között ment a, 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 variálás, és nagyon sok amatőrt is megnéztünk, és aztán a Tommy meg minden fordulón valahogy így tovább jutott, és akkor mi meg egy kicsit mondtuk, hogy jó, de úgyse a Tommy lesz, mert mi nem akarunk egy ilyen híres, ismert arcot, tehát hogy legyen ez, aki a távolból jövő ember egy, egy, egy ilyen teljesen ismeretlen, aztán aztán mégis, azt éreztük, hogy ezt nem fogja más jobban megcsinálni, mint a Tomi, és akkor azon kezdtünk el dolgozni, hogy legyen minél felismerhetetlenebb. Tomi ette a pizzákat rendíthetetlenül, meg szakálat neveztet, meg, meg, levadáztuk neki ezt a szemüveget, és egy, voltak többen, akik azt mondták, hogy rá se jött, vagy csak a film felén esetlenek neki, hogy az a Tomi. És aztán a Leót pedig szint, én ott választottam a producereinket, hogy hát biztos nem fogjuk Magyarországon megtalálni, és hogy erre el kell költeni vagyonokat, és ki kell menni Izraelbe castingolni. Erre mondták, hogy hogy nem, hm. és, és, akkor, és akkor végül a neves, tehát közben ment azért, hogy Magyarországon is kutassuk fel az itt lévő gyerekeket, és akkor mit tudom, összesen jelentkezett kb. 10-12 gyerek, akinek eleve a fele sokkal idősebb, tehát hogy nem sokkal, de 8-10 éves volt, és már a Leo is, ez a 6 évével volt az, hogy szerintem ez a, hogy ez a legidősebb határa annak, amit csinál, vagy ahogy viselkedik, hogy ennél már nem lehet azért nagyon idősebb, mert nem lesz hiteles, és Először a Málint feleségének tetszett meg az első casting videója, rögtön a gördeszkázat. A melletted ülő színésznek is ő volt az egyik legnagyobb lobbistája, már az írás közben is. Na, de akkor átadom, kicsit meséltek, hogy milyen volt a nyúzás. Ö, jó estét kívánok mindenkinek, és nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek meg szerintem köszönjük mindannyian. A nyúzás maga, én nem tudom, hogy miért jutottam tovább, az első fordulót értettem, ott egy ilyen apukámnak kellett monológot mondani, és akkor az, az ugye? Igen, meg, meg az az volt jelenet, ugye? Az első. Fordulat. Az első fordulat, nem, ott csak valami, na mindegy, szóval erre er, er emlékszem. A másik fordulat, fogalmam sincs, hogy jutottam tovább, mert ott már Héberű kellett beszélni, és az nagyon nem ment, és a... <laughs> emlékszem, a szegény kisfiú így ült, így a jelenben, és így nézett mindig az mert körülbelül az a tény, most már nem tudom. Bek, 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 bek. Szóval az, az, az valami, nem tudom, hogy ott mi isteni szerencse volt, hogy tovább rúgdostak, de aztán utána, aztán összekerültem Zolival. Zolit meg, hát én kis tökös gyerekként, anyukám még mindig vittek a Kaposvári Csiki Gergely színházba, ahol Zolit ekkora korom óta néztem. <laughs> és, és akkor ez egy ilyen baromi jó élmény volt, hogy a Zolival lehet castingolni, és szerintem ott megcsináltuk a ezt az imádkozás utáni, ugye, a nagy veszekedős jelenet, akkor meg az más, hogy volt, és akkor az nagyon... a legvégét is megcsináltuk. Szóval összességében jó volt, és rengeteget izgultam, és akkor az lett a vége, hogy hívott az én ügynököm, Gémes Szilva, hogy akkor van egy jó híre, és akkor, hogy hát akkor fi filmezni fogok. És akkor mondtam, ez szuper. <gül> <gül> szuper, és aztán filmeztünk. <laughs> Ferikét mesélje el az Ádámmal, hogy se történik, tudod? Tehát, hogy á, nagyon hosszan ment a casting, és nagyon be voltunk ebbe akadva, hogy azért a három főszereplő legyen meg először, és közben azért nézegettünk Ferike jelölteket is, de azért többnyire ilyen 18-19 éves fiatal, elsős főiskolás, de nagyon tehetséges srácokat, de hogy egy Szóval nagyon olyan erőltetett volt ez a dolog, meg az, hogy tehát, a, ahogy, ahogy így megírtuk, ez a karakter, ez attól szerethető, hogy, hogy ilyen gyermek, ilyen naív, és nem az, hogy buta, hanem, hogy tényleg gy gyermeki a hozzáállás és a rácsodálkozás. Ezek a 18-19 éves meg így tényleg bejöttek, és olyan érezhető, hogy játszották a hülyét, és nagyon erőtetett volt ez a dolog. Pedig nagyon jó színészek, csak itt tényleg korosztályban túlságosan idősek is voltak, meg ilyen nagyon szerep volt, miközben ez egy ilyen. Na mindegy, és akkor elindult ez, hogy válságstáb, mert, nem tudom, három hét múlva forgattunk, és nincs Ferike és akkor én elindultam ilyen önjáróan, hogy akkor most az összes boxklubba, ahol vala voltunk, akkor nem megyek, és elkezdek castingolni. <hül> és akkor ott, ahol a Kovács Mária, aki a Zolinak is sokat segített felkészülni box, box edzőségből, nála is ott volt egy csomó diák, és akkor ott elkezdtem őket terrorizálni, hogy nagy gyertek ki az udvára, most egy jelenetet hagy, hagyj próbáljunk ki. És akkor ki is jöttek szegények, többek között a Roland is, és akkor Roland az első mondat után mondta, hogy ezt hogy még se akarja csinálni, de én nekem az első mondat is nagyon tetszett, és akkor elkezdtem, hogy visszajárogatni a Roland nyakára, hogy ne csináld már ezt Roland, gyere, próbálj meg még egyszer, és akkor valahogy ott még egyszer az udvaron hajlandó volt már több mondatot is elmondani, de mondta, hogy hát, hogy nincs valami szöveg nélküli szerep, mert úgy ő amúgy, hogy szívesen szerepelne, de ez az, az, az a szöveges dolog, ez neki most így nehéz, de hogy nincs szöveg nélküli szerep, de amúgy nekem ez körülbelül három nap múlvára el kell döntenem, mert megölnek a producerek, hogy nincs szereplő, és akkor könyörgöm, itt a telefonszámom, hív föl, döntsd el, vagy minden jó lesz, és akkor oda az edzőhöz, a Máriahoz, hogy csinálj valamit, mert marha nagy bajba vagyunk, mert... és akkor vasárnap csöng, csöngött a telefon a Roland, hogy Roland vagyok, a Mária mondta, hogy hívjam föl, akkor ugye de egy rendes sportoló, az edző azt mondja, hogy le kell, le kell, ugrani a tetőről, akkor leugrik, és körülbelül ilyen volt végig, tehát hogy a leg, leg, kinek a fát lehet vágni a hátán, és azért a színészek mindig elkorbászolnak, lefekszenek aludni, és a többi büféznek, de a Roland az ott állt, mindig készen, hogy mikor kell mit csinálni, szóval. Köszi. <síns> <síns> Ezt csak a rendezvasszisztens mondta belőle, Viszont ez egy érdekes felállás, hogy igazából mind a kettőtöknek volt egy tapasztalatlanabb színész, társatok, aki akit, hát nem tudom, hogy, hogy kellett-e nekik, nem tudom segíteni. Hát kettő őket, is menésben. volt, mert ott volt a kisfiú is. A igen, Leo. igen. Ja. Tehát úgy értem, hogy ja. neked ott volt leó ja, lényegében, igen, igen, és, a, és a Zoli meg a, a igen. Roland ja, úgy, igen, dolgozott. Igen, Tehát úgy értem, és hogy... Igen. Öm, hogy ilyen mentorként volt. is működtetek igazából? Hát mert muszáj tud, volt technikailag néha ő, kicsit, van az első, amikor a, lejön az Oli, amikor legelőször bemegyünk, és akkor lejön az Oli, és nyújtja neki a kis boxkesztyűt, és akkor a Leo hát úgy viselkedett, mint minden normális, hány éves volt, 6-7, akkor 6 éves gyerek, hát amikor figyelt, akkor figyelt, ha nem figyelt, akkor nem figyelt. Tehát, hogy akkor ott az, az két és fél óra is elment egy tékkel, és a 40 fokba, na mindegy, de egyébként iszonyatosan jól működött, amikor meg működött, és annál a jelenetnél volt, hogy, hogy az volt, hogy neki el kell menekülnie, ugye az én hátam mögé, és az Istené nem akart menekülni, és akkor egy picit látszik is, hogy fogalatásket és húzom, és közben játszom, hogy jaj, hova menekülsz, és szegény meg csak így megy. De nagyon, nagyon édes volt, ilyen pici dolgok, de, de hát igazából most így visszagondolva, nagyon szuperül és flottul ment, úgyhogy át is adom a szót az Olinak. Én nekem sokkal szerencsésebb dolgom volt a Ferikével. Egyrészt ő, egy ökölvívó volt, tehát ö, bizonyos értelemben jól lehetett vele ezeket az ökölvívó edzéseket fölvenni, mert ő nagyon szabályosan és jól ütött. Tehát Jól tudtam én alkalmazkodni hozzá, hogy, hogy, hogy mi az ütés kombináció nekem, hogy kell védeni. Tehát abszolút lehetett rá számítani, hogy ő pontos. És nagyon helyes ember volt, tehát teljesen nyitott srác volt, és bármit mondott neki az ember, azonnal megfogadta és csinálta. Nagyon, nagyon helyes srác volt. Úgyhogy. A filmen is látszik, de most is, ahogy beszélsz az ökölvívásról, érezhető, hogy föl hozva a, a szakmából mesélsz erről, hogy. Öm... nem Az első eset már egyszer játszottam ökölvívót, mint húsz évvel ezelőtt. Akkor bunyós voltam, ilyen kocsmában verekedtem, mint ökölvívó, és akkor elekültek egyszerni, hogy hát azért legyen hiteles. És hát lementem a kaposvári dózsába bunyozni, kölykök közé. Hát meg kell mondjam, hogy az első két hét után azt éreztem, hogy be van gipszelve a két oldalam. Tehát körülbelül úgy jártam, de soha életemben nem voltam olyan jó fizikai állapotban, mint akkor. És amikor mondta az Ádám, hogy ez lenne, akkor mondtam, hogy akkor muszáj lejárni bunyózni, és akkor lejártam rendesen edzeni. Persze azt figyeltem, hogy az edzőknek mi a, a tartása, hogy kell készíteni a kesztyűt, meg mindent, de azért én szívesen bunyóztam, szóval jó lesik ezt csinálni, jó sport. Én kicsit sajnálom, hogy utólag, hogy nekem nem a bunyós szerep jutott, mert... Igen, ezt akartam kérdezni, hogy neked Én meg ugye maradt ennem. a nyelvtanulás része. Hát, a nyelvtanulás, mert hát, Ádám mondta, hogy akkor, akkor jó lenne ha egy tízest főszednél, mert mondom, a király, és akkor abba hagytam a sportot, és akkor igen, csúsztak a pizzák, meg este a... a... Különböző ilyen hosszú dobozos chips És közben a héber nyelvlecké. És vagy? közben a héber nyelvlecké. Ilyen két volt, két dialog coach, az egyik Prágában, egy fiú, férfi, és, és a Adi porát aki egy hölgy, és Magyarországon él, és az ő azért volt speciális, mert az ő férje egy Izraelbe kivándorolt magyar, aki kint tanult meg héberül, tehát nekünk az az akcentus kellett. És akkor onnantól elindult a legrosszabb, mint a legrosszabb vállásban a apánál így kellett, hogy a akkor oda az ki? Nem úgy kell, az bachachl. bachachl. Másnap mentem, bachachl? Nem, az bachachl. Jó, és végül megtanultam, hogy akkor nála így kell, nála úgy kell. És akkor mondtam az áldalak, ez elég nehéz, tehát hogy van egy hónap, hogy nem tudom ebből, hogy lesz az a, és akkor mondta, hogy engedd el a hány ember, annyi féle, és akkor íz, és akkor válaszunk egyet, és végül is az Adi volt velünk a forgatáson, és azt a dílt kötöttük, hogy, hogy ahogy az Adi mondja, az úgy lesz. És akkor végül is ő, mi minden téket addig vettünk, amíg az Adi azt nem mondta, hogy az úgy hangzott, és akkor, és akkor én meg jöttem, hogy most már lehet, hogy héberileg jó, de most akkor nézzük a meg, előttem. hogy szerepileg, mit kéne. Igen, azért nagyon, érdekes egyébként ö, héberül beszélsz, de közben magyarul gondolsz, mert a, tényleg ez a nyelv, ami szerintem egy csodálatos nyelv egyébként, és én nagyon megszerettem, és nagyon sokféle hát indulatra, de közben szépség, is jön belőle, szóval tényleg nagyon jól mondható, rákható nyelv, amit sehova nem tudsz kötni, tehát hogy se az angolhoz, se a némethez, tehát se, se a francet-nek, én nekem egyik nyelvemlékemhez se kötődött, tehát olyan úgy kellett tanulnom, mint egy zenét, és miközben járt a szám és a hangsúlyra figyeltem, de közben egyébként érezz és gondolj magyarul, mert nyilván héberül nem tudtam a szórendet igazából, hogy az most épp milyen szót mondok, csak úgy nagyjából, szóval ez egy, ez egy nagyon összetett dolog volt, úgyhogy izzadtunk vele sokat. És egyébként ennek ez ezen túlmenően mi a módszert már abban az értelme, hogy a, a szövegből indulsz ki, és a szöveget ö, ütitek addig, amíg nem hangzik úgy, ahogy kell, vagy vagy ö, része esetleg az is, hogy elmerülsz a nyelvnek a nem tudom struktúrájában nyelvtan, vagy ilyesmi, vagy, vagy erre nem nagyon van idő? Hát elkezdtük, de nem nagyon volt rá idő, tehát lo-ken, nem, igen, ez oké, okay, meg hogy fiú-lány, meg abba tehát hogy ezek így mentek, de mondtam most ezt akkor így hagyjuk. Az izgi része még a péntek hajnalok voltak Ádámmal és a Kazinci utcai zsinagógában a vadidegen emberekkel, akik hát your mother is Jew. Oké, oh, okay. Tehát, hogy, hogy ez volt, úgyhogy azok ilyen izgalmas, izgalmas péntek reggelek voltak, de, de nagyon izgi volt őket nézni, az egy nagyon zárt, ez az ortodox közösség egy nagyon zárt közösség, szuper volt, hogy beengedtek, és nagyon nagy köszönet nekik. Tényleg minden reggel ott én, én úgy sát, amit imádkoznék, vagy értem, hogy mit, mit, történik, de igazából figyeltem ezeket a karaktereket, és, és nagyon izgi volt, és nekem a vallással amúgy is sok konfliktusom volt, van és lesz is valószínű, de nagyon izgívott, volt, és aztán péntek este meg mindig mentünk egy neológ közösségbe ö, ö vacsizni, nem, nem, hanem, hanem meghallgatni a, a, tanítást, és aztán persze volt facsora is, és akkor ezek ilyen szép emlékek, hogy a Radnóti Zoltának ugye a közösségében voltam a kardos, kardos Robival, és akkor meghallgattuk az imát, én tényleg iszonyatosan felemelő volt, és az első ilyen szuper vallásos élményem volt, amikor Szerintem egy végtelen intelligens vallás egyébként, és most, hogy így beleláttam, ezt, ezt, ezt e, még inkább így gondolom. És akkor le, behívtak minket vacsorázni, és akkor még ott is van ugye, egy tanítás, és megettük a Robival, azt mondta, akkor lépjünk, nem Robi? Azt mondta, persze, megyünk, megyünk. És akkor oda, ülj vissza, mert még nem köszönted meg az Istennek, hogy ja, mondom, nem tudtam elnézést. Szóval egy csomó ilyen, szuper élmény volt. Én, nagyon, kedvesek voltak, és bármit lehetett kérdezni. Úgyhogy ez, ez, a sok minden élmény, ez nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy ebbe az Ádám igazából nagyon félt attól, hogy az én vallástalanságom az hogyan fog egy vallásosságba átcsapni, és akkor az elé mondta, hogy de nagyon kell hinned, és imádkoznod nagyon, és mondtam, hogy jó, van, majd, majd jön, na, azt mondod, tessék, azt majd nagyon fog hinni, hát ez, ez, és akkor végül is aztán ez lett. Ugye a film az inkubátor program keretében készült, egyrészt Ádám, Andi mesélnétek egy picit arról, hogy ez mit takar, és hogy egyébként hogy éreztétek magatokat mondjuk így a fejlesztés közben, Ádám ráadásul, sőt talán nem tudom, hogy, de Ádámnak tudom, hogy nem az első inkubátoros film, vagy hát a Kék Pelikánnal így nagyjából párhuzamosan, de hogy mesélnétek egy picit így, így erről. Igen, ilyenkor mindig ezt szoktam mondani, hogy az inkubátor program az az első filmeseknek szánt program, első filmes rendezőknek szánt program a Nemzeti Filmintézetnél. És mint ilyen, viszonylag kevés pénzből készülnek ezek a filmek. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy annó, amikor ezt kitalálták, még Havaságnes az Andy Vajna ér alatt, akkor kb. egy nagy árát osztotta szét öt film között. Tehát nagyjából ez a film, ez kevesebb pénzből készült, mint egy átlagos tévéfilm, amit látnak egy péntek este mondjuk a Duna televízióban. És hát, mint ilyen nyilván nagyon nagy kihívásokkal is kell szembesülni egy ilyennek a forgatása során, de ahogy erről már beszéltünk a korábbiakban is, próbáltuk ezt nagyon tüzetes előkészületekkel áthidalni, tehát azt hiszem, hogy július végén, augusztus elején kezdtünk el forgatni, és már februárban elkezdtük az előkészületeket, mind a helyszínkeresést, mind a castingot, illetve hát azokat a, a, a felkészüléseket, amik gyakorlatilag a, a vallási rituálékhoz tartoztak. Uh, és egyébként uh, még azt hozzáteném, hogy uh, így nekünk, hármunknak ez az első uh, fikciós nagyjátékfilmünk, amiben az, abban a pozícióban dolgozunk, amiben ezt, ezt így jó, igen, mint hogy nem, nem producerként, hanem forgatókényvíróként és rendezőként, illetve én producerként, és uh, én csak eddig uh, tehát a legmagasabb pozíció az line producer voltam, ami teljes estésfilm volt, nem dokumentumfilm, vagy tévéfilm, és ez egy nagyon nagy lehetőség, mármint az inkubátor program arra, hogy hogy ilyesmit létrehozzunk. És tulajdonképpen én akkor csatlakoztam be, amikor erre a pitchre készült a csapat, vagyis hogy a Bálint és az Ádám csapata. Mert szükségük volt valakire, aki segít abban, hogy mi a vallási tradíciókban mettől meddig lehet valamit beleírni a történetbe, a karakter jellegébe, és tulajdonképpen ebben segítettem én, és aztán a picsen pedig nyomogattam a képeket is a háttérben, erre különösen büszke vagyok, szerintem nagyon jó volt az időzítés, és miután megnyertük, akkor elkezdtünk azon dolgozni, hogy hogyan, hogyan lehet megvalósítani ezt a filmet szerintem, vagy hát ez nem szerintem, az én véleményem szerint, ugye mert minden zsidó tradíció, mások a szokások, vannak a filmben hibák, de nem, nem fogom már soha elárulni, hogy mik azok, de nagyon-nagyon szeretném, ha egyszer valaki megírná, hogy mit gondol, hogy milyen hibát, hibát fedezhet fel a zsidó tradíció szerinti Á, Istenek, a legnagyobb hibát még eddig senki nem szúrta ki. Még az Andinak sem mondtam meg, mert akkor kapna egy szívra, de még ő se szúrta ki, úgyhogy egyelőre jók vagyunk. És volt egy pont hogy egyébként, amikor hogy azt, hogy mennyire legyen hiteles nem, a... Nem, nem, Ez, ez három, év, három év folyamatos vita volt <laughs> közöttünk és a, 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 helyzetek között, mert ugye várkit, mert hogy nagyon sok embert bevontunk abba, hogy segítsen, mert azért egy ortodox férfi szerepébe én nem tudok belehelyezkedni, hiszen nő vagyok, és már, és az előbb ezen gondolkoztam, hogy milyen érdekes, hogy itt egyedül vagyok ebben, de egyébként a stábban nagyon sok nő volt. Csak ők nincs nincsenek itt. De hogy, 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 ezért kellettek férfiak, akik segítettek abban, hogy valóban megtől meddig lehet egy, egy ilyen szerepben rugalmasságot mutatni hál' Istennek minden szabályra jut egy kivétel, tehát azért elég sok mindent meg lehetett így úszni, tehát a ez, hogy én például határozottan emlékszem, hogy ilyen létezik, hogy az ember a fejére teszi a kezét, amikor nincs rajta kipa, aztán jött ez, hogy ez nincs, ilyet nem lehet. Nincs, egy nincs, tehát ilyen nincs nincs, nincs. nincs, de. van, hát látod, de. De nincs, nincs. De, de aztán, én aztán rögtön, amikor ez kiderült, hogy ez hogy került bele, hát ilyen nincs, akkor rögtön felhívtam egy ortodox ismerősen, akinek mondtam, és mondta, hogy hát ez tényleg nincs, de mondjuk én ma reggel pont ezt csináltam, amikor a gyerek kiöntött a kakaót, úgyhogy véne lehetne. tehát hogy hogy a gyakor, ott a jelenetben is ez van, hogy azért csináljam, mert jobb ilyen. bocsánat, az nem magamtól találtam ki. Az van, hogy hat lépést tehetsz, ugye, kipa nélkül, hét, hat, hét. Van nélkül, de nem. Igen, igen, igen. Felkelsz, igen. és elmondod a reggel imád a nélkül, nem csinálsz semmit. Oké, okay, de... akkor reggel félrevezettek. Ennyi, de most, most végül sikerült meg is csak egy valamit. Szerencsére, hogy nem. Igen én, vagy én az nem tudom, sokkal. hogy ez hiba. Hiba, megmondta a Lózsi, hogy lehet, aznap reggel. Tehát minden esetre az azért szerintem látszik, hogy ez egy elég összetett és bonyolult feladat volt egy inkubátor filmhez képest, és azért egyébként nagyon hálásak vagyunk, akik segítettek a zsidó szervezetektől kezdve a szponzorainknak, támogatóinknak, a stábtagoknak, akik egyébként háromszor annyi munkát öltek ebbe fele annyi pénzért, mint ezt bárki más tette volna, és a legfőképpen nagyon hálásak vagyunk a közönségnek, mert ez már a harmadik teltházunk premier előtt, úgyhogy, úgyhogy köszönjük nagyon szépen. Rákérdezik még a zenére, ami igazából talán így a műfaj miatt izgalmas, ugye itt van szó, tehát valahogy a vigyáték és a dráma határán kell egyensúlyozni, és ebben azért a zene elég sokat segít mindkét oldalon talán. Mesélsz erről, hogy hogyan dolgoztatok Márkos Albert zeneszerzővel, és hogy hogyan állt össze igazából a zenei világa a filmnek? Már valahogy álltunk a vágással, amire megtaláltuk a Bercit, és akkor már azért ott voltak ilyen referencia zenék feldobálva, amit akkor így nézve a filmet egy ilyen teljes saláta, tehát hogy így részletenként így valamit jeleztek, meg működtek, de úgy összességében olyan volt, mint a nyolc filmet néznél, tehát egy ilyen teljes kavalkád, és akkor a Berci analóg módon dolgozik, tehát hozta a, a, a csellót, beraktuk a filmet, és valamit játszott, és akkor beszélgettünk róla, hogy inkább ez, inkább azt keresgéltünk, és akkor voltak dolgok, amiket nagyon könnyen megtaláltunk, és volt, ahol meg 177-szer újra meg újra, és akkor által aztán már végén jött a többi zenész, és ott ültek nálam, én felvett, elővettem a kis hangfelvevőt, és akkor játszottuk ezeket a jeleneteket, és akkor kicsit én, aki teljes botfű vagyok, úgy így idézőjelbe beleszólhattam, vagy szóval ilyen érzések alapján, hogy ezt meg kiosztottuk kicsit a hangszereket és karakterre, meg mindenféle ilyen nagy filozófiai háttereket gyártottunk hozzá, de minden esetre egy nagyon jó és nagyon hosszú folyamat volt, mire mindenhova így, tehát ki felvettünk ilyen próbákat, én bevittem a vágószobába, kipróbáltuk, ez már, ez jó, de még inkább lenne ilyen nap, olyan nap, amolyan nap, még egy próbanap, ugyanúgy végigmentünk, kipróbálgattunk mindenfélet, és akkor az így ment a végtelenség, amíg az nem lett, hogy eljött a stúdió felvétel napja, és ott fel kellett, ott már mindenhol ott volt a referencia zene, és akkor újra kellett mindent, mindent csinálni, aztán egy-két egy zene jogosítás miatt újra kellett szintén kitalálni, tehát tényleg egy, jó, egy, egy jó kis, jöttem, egy, a, mikor kezdtük, hát egy fél év biztos volt, de inkább szerintem nyolc hónap, mire úgy teljesen végje, és utána még a Sperling Gondor gyártott hozzá mindenféle elektronikus alapokat, Úgyhogy egy valóban jó kis hosszú folyamat volt, amit én nagyon élveztem. Általában eddig az volt, hogy az NSZ-ző a filmet, ott otthon bingizett egy számítógépen, és visszaküldött valamit, amit nem tetszett, de nem tudtam elmondani, hogy mi a baj vele, hiszen nem hallottam meg, nem láttam, hogy, hogy egyáltalán mi az, amiből ez a dolog összeállt. Tehát nagyon jó volt így részleteiben látni, hogy ahogy az a harmonika, ami most ott zavar, vagy amiből igazából azt kéne hallani, és nem ezt, és hogy így tényleg együtt keresni, úgyhogy egy izgi folyamat volt nagyon. Hát meg nagy dolog ilyen kis költségvetésből szerintem élő hangszeres zenét csinálni. Nekem is most volt először ilyen élményem, és a Bercinek ez a kamara zenéje, ehhez a kamara darabhoz gyakorlatilag szerintem tökéletesen passzol, és tényleg, passzol, és tényleg marha nagy élmény volt szerintem a, a hangfelvétel, meg a, meg a, próbák is, és ahogy ez összeállt, ezt, ezt így megtapasztalni, ez producerként is egy, egy tök nagy élmény. Mert hát gondolom az se egy kis feladat, hogy egy olyan helyszínt találjatok, ami, amit lehet, hogy nulláról kell berendezni, de hogy hihető, életszerű és mondjuk több funkciót is ellát, mint ahogy a filmben lévő ház. Tehát hogy, hogyha kell akkor egy tér, hogyha kell akkor a családegyesülésnek a tere, ha kell akkor olyan, mint egy szorító, ahol uh, le tudják játszani a, a maguk meccsét a, a, a főszereplők. Um, ez, ez mennyire volt ö, problémás egyáltalán megtalálni a házat, ezt berendezni, és úgy berendezni, hogy ö, hogy a szietű legyen. És honnan van a szekrény? <laughs> Először az első forgatókönyv verzióban ház volt, aztán egy ponton kitaláltuk, hogy legyen lakás, és hogy legyen egy ilyen gangos ház, és ott az udvaron, vagy egy pince, ahol a terem van, vagy valami egyéb épület és akkor meg is találtunk egy szuper pincét, ami nagyon zseniális boxterem lett volna. Aztán egy ponton ezt, a, ezt hogy lakásba forgassunk, azt így el kellett engedni anyagi okok miatt elsősorban, tehát ez a megvalósíthatóságnak a tempója, a költsége, hogy akkor ugyanazt meg kéne építeni a múlt stúdióba, és összecsalni, és hogy az egész minden sokkal lassabb lesz, és egyszerre csak így, ez így kiderült, hogy, hogy erre nem lesz idő meg energia, és akkor tulajdonképpen ez a ház, ez meg volt a legelső scoutból hozta a location manager, és mi elküldtük a francba, megmondtuk, hogy nem kell nekünk ház, mi lakást keresünk, és akkor, akkor kimentünk, és azt mondtuk, hogy tulajdonképpen milyen jó az a ház, de így, <tosz> <tosz> utólag egyébként, tehát hogy valahogy az egy kérdés volt, az, hogy ez a helyszín Nekem inkább az volt, hogy a lakás egyel konkrétabb, vagy egyel közelebb hozza ez a tipikusabb belvárosi zsidó hangulathoz, a ház meg egyel eltolja jobban legyen amerikai filmé, ami egyel univerzálisabbá válik ettől a történet, hogy kicsit ilyen nem, nem annyira beazonosítható, hogy most hol vagyunk és hogy kik ezek az emberek, tehát nem ennyire. És utólag egyébként azt gondolom, hogy ez utólag örülök ennek, hogy inkább az univerzális felé mentünk, mert biztos bele lehet sok szempontból kötni, hogy lehetne sokkal konkrétabb, de így úgy érzem, hogy ellenben viszont sokkal könnyebben tudnak mindenhol, csak hát sokkal jobban azt tudják látni, hogy akár a mi házunk is lehetne ez a dolog, tehát hogy egy egyel olyan mindenkinek a házába tud válni. Az, hogy hogy lett klaustrofób, meg hogy lett ilyen olyan amolyan, az a Dévényi Zoli a szemének nagyban köszönhető, és hát ez volt a fő meló, hogy hogy lehet végül is azért abban a nappaliban szerintem egy fél óra biztos játszódik a filmből, hogy hogy lehet ragozni ugyanazt a teret szögekkel, mondjuk anélkül, hogy mint Polanski-nál egyszerűen, mert egy stúdióban ül és kiveszi a falakat, de nálunk ez nem volt, mert falak maradtak, úgyhogy az adott keretek között, hogy lehet ezt világítással is, meg kameramozgással, szögekkel azért variálni. Ja, és a szekrény. A a szekrényt azt ugyan megép, tehát hogy a szekrénynél is volt egy ilyen inkubátoros hangulat, hogy, hogy, hát az egész film arról szól, hogy ez a szekrény ez sose áll össze, és akkor megérkezett a szekrény, ami sose áll össze, és csúmára össze volt állítva, összeragasztva. Tehát, hogy és akkor mondták, hogy hát van egy-két lap, hogy ez hogy fogjuk ezzel játszani, és akkor azonnal verjük szét, de hát nem verhetjük szét, mert akkor erre akkor utána hogy tegyük össze, meg ezt minden nap hatszor kibe kell szállítani a régi szekrényt, meg az új szekrényt. Úgyhogy az elég sokat mókoltunk, hogy hogy lelássuk, meg hogy lássuk, meg hogy lássuk azokat a részeket, amik szét vannak darabokra szedve, és szegesetlen berendezők így kicsit már nagyon utáltak minket, hogy ezt a két bőszme szekrényt folyamatosan legózzuk be oda-vissza a nappal és a klocsó között, mindig besülyeztették. De az eres nem sokára vásárolható lesz a szekrény. Lefkovics Edition. van -e esetleg kérdés így időközben? Akkor elkezdem. <laughs> Jó estét kívánok, Komját éva vagyok. Szóval azt szeretném kérdezni, hogy én először a neten olvastam erről a filmről, mégpedig ott, ahol Dicsérték, hogy az USA-ban milyen nagy sikere volt. Én laikus vagyok, tehát ne, nem tudom, hogy miért először az USA-ban mutatják be ezt a magyar filmet. Ez az egyik. A másik pedig, nagyon tetszett nekem ez az autostáska. <laughs> 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 és azt szeretném kérdezni, hogy azt vettem észre, lehet, hogy rosszul emlékszem hogy a mama temetésén, én egyszer voltam egy ilyen zsidó temetésen, de ott köveket raktak itt, meg ilyen nagy virágkoszoruk voltak, hogy ez most akkor csak én emlékszem rosszul, vagy pedig ez egy kis tévedés. Ennyit szerettem volna. Tehát most ősszel, őszvégén fejeztük be a filmet, és de már Előtte megvásárolta a filmnek a forgalmazási jogait egy amerikai forgalmazó, itt meg nekünk megvoltak a, a bemutató dátumaink, és így, így hozta részben az élet, hogy amerikai fesztiválokon indult, de azért ez egy létező, létező tendencia arra, hogy azért nagyon nehéz idézőjelben felhívni a filmre a figyelmet, tehát nem annyira szerencsés. Itthon bemutatni, mert azért elég jellemző tendencia, hogy itthon bemutatnak egy magyar filmet, és mire elterjed a híre, addigra már levették a műsorról. Hát, Megbocsánat, ez egy pusztán technikai dolog is, tehát hogy a nagyobb filmfesztiváloknak ö, olyan kérésük van, hogy náluk mutassák be először ö, a filmeket, ők arra kapják az ő támogatásukat, ők abból élnek. Ö, tehát, erre, erre, tehát azért szoktak várni ugye a... De jó. Szóval ezért szoktak várni ugye a produkciók mindig arra, hogy bemutathassák egy, egy, egy nagy állistás Filmfesztiválon, ugye az ő filmjüket, mert az az nekünk, mint filmalkotóknak presztízs, utána ott a marketeken tudják megvásárolni a különböző szélszégyentök, -ok, illetve forgalmazók a filmet, utána tud a film egy olyan pályát befutni, amiért érdemes azt gyakorlatilag megcsinálni. Az alkotóknak, illetve nekünk producereknek is, hogy minél több emberhez eljusson. És ezért a fesztiváloknak egy ilyen nagyon fontos és kiemelt szerepe van, és ezért sokszor megelőzik a a hazai premiereket. És ha már erről van szó, azért meg szeretném kérni azokat, akiknek tetszett a film, hogy továbbra is, ha tudják, vigyék a jó hírét, mert, mert tényleg az látszik mindig a magyar filmeken, hogy mire már eljut, hogy ez jó, addigra már nem játszák, mert olyan lassan megy a dolognak a híre, és elképesztő mennyiségű zaj van, hogy mennyi, mennyi programra lehet menni másra, mint a Levkovicsék, ilyen volt idő. Szóval, hogy a... Akinek tetszett, azt arra kérem, hogy azért vigye a film jó híre. És akkor még záró gondolatként, ugye, hogy a temetéssel kapcsolatban, hogy valóban ö, jól gondolja, hogy köveket kell helyezni egy síra, de az a helyzet, hogy itt egyrészt ez nem egy ortodox temetés volt, hanem egy neológ temetés, mivel az anya nem volt vallásos illetve a szülők nem voltak vallásosak, és ugye a rokonok, illetve a barátok sem, és ezért a még a nem zsidó barátok, meg aztán végképp virágot hoznak. Úgyhogy ezért választottuk ezt a megoldást mindenképp, hogy ennek, en, ennek az igazságát megmutassuk, hogy ez nem nem egyértelmű az, hogyha egy egy családban, több generációban nem jelenik meg így a vallásosság maga, akkor az akkor már nem, nem tartja azokat a hagyományokat, amit az ortodoxitóság előír. Köszönjük szépen a kérdéseket! van -e esetleg még? Szuper, tessék. A mikrofon érkezik csak egy pillanat. Köszönjük. Sziasztok, először is gratulálok a filmhez. Ádám a kérdés, hogy nem félte, ha jól tudom, az első nagy játékfilmet, hogy egy, hogy egy rétegfilmet csinálsz, és hogy egy ilyet csinálni először, ami, ami lehet, hogy egy kicsit megosztó lesz, hogy bizonyos rétegnek tetszik, csak ez a film, vagy ért inkább, vagy nekik szó. Nem féltél én naiv vagyok, ez nem egy rétegfilm, de... De benne volt ez a dolog, de azért úgy próbáltuk ezt a dolgot, ezt a filmet megcsinálni, hogy, hogy pontosan ne, ne csak ennek a rétegnek szóljon, tehát hogy persze benne van, hogy... Hogy, hogy, de közben meg mire, tehát közben meg azért nem árt, hogy az ember olyan dologról csinál filmet, amit valamit legalább valamennyire ismer, tehát hogyha most egy teljesen számomra ismeretlen közegbe kezdtem el volna irogatni a Bálintal, akkor lehet, hogy mindig irogatnánk, tehát hogy ilyen szemúlva nem volt lehetős, nem volt opció, de így első filmként ez így megvolt, hogy tökre szeretnénk ebbe a magyar-pesti zsidó szubkultúrában keresni egy, egy, egy témát. És azért remélem, hogy nem, nem egy nagyon másoknak érthetetlen filmet csináltunk. Én azért azt veszem észre, hogy, hogy mindenkinek volt apja, mindenkinek van családja, tehát azért hogy elég könnyű hozzá kapcsolódni. Én azért elég sok embert láttam, aki nem zsidó és nem testi, és még így is azért tudott hozzá kapcsolódni, úgyhogy talán sikerül ezt a ezt a csapdát, hogy rétegfilmnek tűnik ö, át megugrani. Én még azt hozzátenném, hogy szerintem producerként nincs az gond, hogyha valami rétegfilm, mert ö, főleg a zsidó, magyar zsidó kultúrkörben is ö, nem tudom, hogy valaha készült -e olyan típusú film, ami nem kifejezetten a holokauszthoz kapcsolódna, és ö, szerintem szüksége van a zsidó közösségnek arra, hogy egy, egy, más irányból közelítse meg önmagát, a saját identitásáról beszéljen, és hogyha már ezt a film elhozza, meghozza, és egy pozitíva párbeszédet indít el, mind a közösségen belül, mind a közösség irányában, szerintem akkor már egy nagy dolgot ért el. Szóval. So. Meg azért reménykedünk, hogy az enyhén antiszemita kommentelők azért titokban meg fogják nézni a filmet. Ma, ma, láttam egyet, oda volt alá, vagy neki való. Ti hogy látjátok, hogy, ezt, hogy ezt a réteg filmkérés, mert például Tomi, a te filmszínészi pályádon ez azért egy új árnyalat, vagy egy új szint talán. Mármint az alakítás? Aha. Kösz. <gül> 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 <Nem>. Hát szerintem. <laughs> Nem, hát, hát, szerintem bizonyos szempontból mondhatjuk annak. én, én amikor olvastam nem gondoltam annak, és amikor először láttam, sem éreztem azt. Inkább attól féltem, hogy esetleg nehogy erre azt mondják, hogy mert azért láttunk már ilyet, hogy itthon, hogy na, akkor ez egy most akkor megint a zsidókra egy rétegfilm. Igen. Ö, és most sem ez hangzott el, mielőtt még esetleg félreértél, amit mondok, csak hogy én ettől tökre féltem, mert ő szerintem ha akarom, tudom rámondani, de nem akarom, mert egyébként nem az, és, és azt is érzem, hogy nem az. Szóval azt gondolom, hogy ez egy családi film, ami, ami egy apáról, egy nagypapáról, meg egy kis unokáról szól, és, és inkább ezt a részét nézem, és szerintem pont, hogy azért nem lesz talán rétegfilm, mert nagyon intelligensen van megmutatva mind a két fél, és és, és pont jó egyensúlyban van. Én politikailag, amikor volt ez az október 7 i borzalom, én akkor ijedtem meg, hogy a fogadtatás, vagy, vagy akkor ezzel most mi le, vagy ez így marketing szempontból, vagy ezt, ezt ho, hova tudjuk itt majd pozícionálni Európán belül. Zoli, te hogy látod a rétegfilm kérdést? <síthat> <síthat> Tulajdonképpen volt jó és rossz élményem vele, E, valamikor a 80-as évek közepén e, vá, teljesen váratlanul két nappal a forgatás kezdete előtt beugrottam egy film főszerepbe. Már Gyula forgatta a Királyhegyi Pálnak az első 200 évem című filmjét, amit a Ízsi Mencellel akart forgatni, de valamiért az utolsó pillanatban visszamondta, és akkor engem akasztottak le, hogy én ezt eljátszom és tulajdonképpen egy színészi feladatnak tekintettem, és tudtam, hogy ki a Királyhegyi Pál, meg olyan helyszíneken is forgattunk, stb. De nem gondoltam, hogy ez egy ilyen éles helyzet, mert a film bemutatón az egyik nagyon ismert színész kollega nagyon részegen majdnem megvert, hogy hogy mertem egy zsidó filmben főszerepet játszani. Aztán akkor kihozanodott, akkor írt egy hosszú bocsánat kérő levelet, de, de ez egy nem olyan egyszerű történet, hogy az ember eljátszik valakit, akkor a néző szempontjából sokszor ez azonosnak is tekintik az embert ezzel. De az ávos tisztért is már majdnem megvertek, úgyhogy én nekem ez tulajdonképpen benne van a paklival. De van, ez egy létező probléma, és szerintem jó, hogy erről beszélünk egyetlen záró kérést engedjetek még meg, ugye elhangzott, hogy Amerikában mutatkozott be a Palm Springs Film Festival, ami egy óriási eredmény egyébként egy, egy film számára, vagy egy nagyon jó induló pálya. Milyen tapasztalataitok vannak például a New York kivetítésről, amiről majdnem elkistetek, vagy nem? Tehát, hogy, hogy 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 éreztétek, hogy a nemzetközi közönség hogy fogadta a filmet, és hol tart most egyébként a nemzetközi útja? Végre, végre itt a keretes szerkezet kedvéért megszólalok. Szerintem a nemzetközi fogadtatást egy kép tudja legjobban leírni, hogy volt egy színes bőrű biztonsági a Lincoln Centerben, akinek egyáltalán nem volt feladata bent lenni, viszont amikor ment, párszor megnéztük, hogy hogyan reagál a közönség, és azt láttuk, hogy bent kellett lennie, csak, csak ah. úgy nézett ki a, vetítő, hogy így ültek az emberek, és hátul egy fal volt, és ott neki hátul az ajtónál kellett állnia, tehát onnan nem igazán látta a vetítést, kivéve a lábújhegyre állt. De ahogy egy kifordult, és végig így nézte tulajdonképpen, de nem de 85 percen keresztül, és tényleg azt láttuk, hogy, és akkor ez egy kicsit a réteg film, nem réteg film, és valamiképpen válasz, hogy, hogy egy jó történet univerzális, amivel így vagy úgy, de tudnak rezonálni az emberek, még olyanok is, akik akik erre nem számítanak, és ez szerintem jól mutatja, hogy sok emberhez elért és szerették a filmet. Legalábbis ez a biztonságért biztosan. Én csak New Yorkban voltam, de az volt az élményem, hogy elkezdődött a film, és gyakorlatilag már a, a kocsi is, amikor autóval jöttök haza a színházból, onnantól gyakorlatilag folyamatosan minden poén és nem poén is egy, egyfajta nevetést vagy ahhoz közeli. Valamit váltott ki. Szóval, hogy, hogy, hogy engem nagyon meglepett, hogy a magyar humort egyébként New Yorkban ennyire díjazták. Egy pillanatra azt érezte, hogy egy nagyon-nagyon elsőpről végig egy ilyen nagyon fe, jó szint volt a 400 a, a négyszer, teremben. Palm Springsben nem voltam. És <coughs> 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 ne, ne, ne. sem. De hasonlóképpen mindegyik fesztiválon azért azt éreztem, hogy, hogy általában nagyon jól jönnek, a közön, tehát jól jön a közönség, és már maga, a, amit tudtak a film alapján kiválasztották, De azért voltam más vetítésen, ahol nem voltak ennyien, vagy alig voltak, és hogy, és hogy tényleg rengetegen odajöttek, és, és úgy tűnt, hogy azért értették, szeret, szerették a filmet. A jövő pedig továbbra, tehát Amerikában az amerikai forgalmazó ő, ő, ő szüntelen küldi mindenhova, és most februárban is lesz, négy városban, és, és márciusban is, és tehát hogy megvan eléggé előre, és nagyon ö, ö, szóval tolya, és szorgos. szorgos és, ö, és mi már tudjuk, de még nem árulhatjuk el, hogy hol lesz az európai, premiér márciusban, és azért a apránként elindul mindenfelé remélhetőleg a, a film. a Magyar Mozikban február 22-én indul egyébként a film, tehát jövő héten, és csak csatlakozni tudok Ádámhoz, hogy ha tetszett, vagy esetleg akár újra néznétek, akkor ajánljátok, és el lehet rá vinni a családot, meg minden ilyesmi, vagy hogyha esetleg nem bírtok várni a premierig, akkor hétfőn az Urániában is meg lehet ezt még tenni. Úgyhogy nagyon köszönjük a kitartó figyelmet, és köszönjük, hogy itt voltatok. Jó iszakát! Köszönjük szépen! Köszönjük.